Szeretettel köszönöm mindenkit a pénzügyi bizottság ülésen. Köszöntöm Jézsászló polgármester úrát, alpolgármester úrát. Meghívóban három napirendi pont szerepel, viszont ugye tegnap kaptunk még anyagot, vagyis nem tegnap, hanem hamarabb. Ezt el kellene venni a napirendre, úgyhogy úgy nézni ki a megkérdőből is a napirendünk, hogy az első az már az első kettő maradt, és a harmadik lenne a környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása, és a partnerségi egyeztetés lezárása lenne a negyedik, az ötödik pedig az egyetek. Aki így elfogadja a napirendi javaslatokat, azt kérem tisztelőtással jelezze. Megállapítom, hogy 3-4 szavazattal elfogadta a szükség. Első napirendi pontunk, tájékoztatás az önkormányzati belső féléves gazdálkodásáról. Ugye megkaptuk a rendelőt, jelentősen ki van minden mondva, hogy első fél évben mire költöttünk, mennyit költöttünk. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése, kiegészítése. Mondom, azért látszik, hogy elég sok ilyet fejlesztettünk. Hál' Istennek. Külföldi eszközök, az a cég, aki annak idején felszerető, már nem tudja az utánpótlást biztosítani, mert már erre nincs kötelezettsége. Van egy cég most, ahonnan próbálom majd beszerezni ezeket, mert ugye ez úgy működik, hogy jönnek a EU-sok vagy az okusztításos kollégák, viszik van nálam egy dobozba egy csomó ilyen alkatrész, azt viszik, és akkor fölmennek, és amit kell, azt kicserélik. Van ilyen alkatrészünk, ha nincs, akkor válni kell, addig még ezt meg nem tudjuk hozni, vagy be nem szerezzük, úgyhogy. De egyébként működik a történet. Az ára egy picit nőttek meg. Nagyon legyen, ha hozom, mi csak mindig felfelé. Jó, van a valakinek ezzel kapcsolatban. Kérdés, kérdészítés. Akkor, ha nincs akkor, aki az ajánlatot elfogadja, ezt kérem tisztelőtársa jelezze. Megállítom, hogy 3-4 szavazattal elfogadja a bizottság. Harmadik napirendi pontunk, a környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása. Hát itt is a kérdészítés terében is adja, hogy annyit, ha hozzátehetek, elnök asszony, hogy az anyag szerintem elég részletesen az előterjesztésben is le van írva, mert sokat nem tudok hozzáfűzni, se ennyi, hogy ugye, amit leírt a főépítész is, hogy a
vizsgálatról kell döntenie, mert ugye ezt az önkormányzatnak kell döntenie, viszont a bejövő anyagok alapján ez nem kötelező ennek a vizsgálatnak az elvégzése, ugye nem kérte egyetlen egy hatóság sem, a javaslat szerint sem kell ez nem szükséges, tehát én azt gondolom, hogy akkor tekintsünk el ettől a, tehát ne legyen ez a hatásvizsgálat, hogy nem szükséges és nem kötelező. Nem kérte egy hatóság, csak akkor nem kell. Hát itt az a határozati javaslatban is benne van, abban kiemel, hogy környezeti vizsgálat nem szükséges, a környezeti értékelés munkarészt nem szükséges elkészíteni. Tehát azt gondolom, hogy a főépítész ő terjesztett, azt mondjuk, hogy fogadjuk el. Jó, akkor aki elfogadja a javaslatot, azt kérem észrevonulással jelezzen. Megállapodó, hogy 3-4 szavazattal elfogadta a bizottság. 4. napirendi pontunk, partnerségi egyeztetés lezárása. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? Ez is nagyon jó, össze van foglalva, gyakorlatilag ugye semmilyen igény vagy észrevétel nem érkezett, úgyhogy a partnerségi egyeztetést be kell zárni. Erről nincs. Jó, akkor